Az augusztus 23-a és 26-a között megrendezésre kerülő 11. Országos Csokoládéfesztivál előkészítése már javában tart. Utána jártunk, hogy a Szerencsi Bonbon Kft. Milyen új termékekkel készül az idei fesztiválra. Már csak 2 hét van hátra, és kezdetét veszi a 11. Országos Csokoládéfesztivál. A színes kulturális és zenei programok mellett természetesen idén is fontos szerepet kap a csokoládé. A Szerencsi Bonbon Kft. És láger termékei mellett minden éven készül valamilyen újdonsággal. Idén eredeti receptúra alapján készülő egész magyaros csokoládéval rukkol elő a cég a Csokoládéfesztiválon. Bonbon Kft. Rége vágya, hogy a Csokoládéfesztiválra elkészüljön az a háromféle hagyományos 200 g-os magyaros tej és étcsokoládé család, ami korábban is a 30-as években már tulajdonképpen szerepelt a Szerencsi csokoládégyár repertoárjában. Így lesz a Szerencsi étcsokoládé 20% pörkölt egész magyaróval, most a Csokoládéfesztiválon bemutatva, illetve a sima 72%-os étcsokoládé, amiből a háziasszonyok bármilyen süteményre alkalmas csokoládémászt tudnak belőle készíteni. A Csokoládéfesztivál szakmai programja is különleges ebben az évben. A meghívott szakmai vendég a Nestlé Hungária Kft. A nagy múltra visszatekintő Szerencsi csokoládégyár pedig idén 95 éves lett. Erre az alkalomra több mint 73 olyan szakembert hívtak el Szerencsre, akik a Szerencsi csokoládégyárban kezdtek szakmunkássá válni. Több mint 40 évet a hölgyek dolgoztak, én magam 50 éve tudtam a pályámat végig kísérni, illetve végig dolgozni a Szerencsi csokoládégyárba, és ezek a vendégek szerves részét képezik a szakmai programnak, részt vesznek a teljes fesztivál programjába, és mi leszünk azok, akik a élő legendaként a 100 éves évfordulóra elkészülő könyvet tulajdonképpen elősegítjük a visszaemlékezésünkkel, a véleményalkotásunk megírásával. A 11. Országos Csokoládéfesztiválon a Szerencsi Bonbon Kft. És a Halász Produkt Kft. Közös együttműködésének köszönhetően különleges hűsítő finomsággal is találkozhatnak majd a fesztiválra kilátogatók, amelyről hamarosan beszámolunk.